Szeretettel köszöntök mindenkit, Béres Zoltán vagyok, és most a negyedikeseknek, negyedikes középiskolásoknak fogok egy matematika órát, nyúlfarknyi órát tartani. A korábbiakban függvénnyel foglalkoztunk, és a függvények értelmezési tartományával. Láttuk azt, azért címként megismétlem, hogy értelmezési tartomány, ugyanis ezt fogjuk folytatni. Kérem, hogy kettő, mert az előbb, ha egyesnek tekintjük, akkor ez a második folytatása. Láttuk azt, hogy ha a függvény olyan alakú, illetve a függvény tört alakú, akkor mindig úgy indulunk, ugye, mivel törtnél a nevezőben nem lehet nulla, akkor mindig azt kell kikötnünk, hogy a nevezőben ne legyen nulla, azaz mindig azt vizsgáljuk, hogy a nevező mely értékekre ad nullát, és nem engedjük meg, hogy a nevezőben nullát kapjunk. Az előző alkalom utolsó feladatában egy ilyen kifejezést láttunk, négyzetgyökös kifejezést, ott pedig mindig arra törekszünk, illetve hát azt kell kikötnünk, hogy a négyzetgyök, teszek ide vesszüket, hogy a négyzetgyök alatt ne álljon negatív szám, azaz a C az mindig nulla, vagy pozitív szám legyen. Tehát az értelmezési tartománynál arra törekszünk, hogy kijelöljük azt a legbővebb valós számhalmazt, amelyben ezek a számolások elvégezhetők, és a törtnél erre, a négyzetgyökös kifejezésnél pedig erre kell ügyelnünk. Mai alkalommal ezzel a másodikkal folytatjuk, hiszen ezt az előző alkalommal csak érintőlegesen láttuk, úgyhogy mindjárt mutatok egy nem túl bonyolult feladatot, amely erre szépen rávilágít, hogy hogy is kell ezt itt eljárni ezekben az esetekben. Az fx egyenlő négyzetgyök 1/2 mínusz 4x. Látjuk, hogy itt egy négyzetgyökös, tehát a számolásainkat, ha megnézzük, itt van egy osztás, itt egy szorzás, itt egy kivonás, majd az egészből négyzetgyököt kell vonni. Ugye a valós számok halmazában ez mind probléma nélkül elvégezhető, kivéve a négyzetgyökvonás, hiszen az átvezethet a komplex számok halmazába, amelyről megbeszéltük, hogy valós függvénytanban nem foglalkozunk a komplex számokkal, ezért szeretnénk őket elkerülni, azt pedig úgy tudjuk elkerülni, hogyha az 1/2 mínusz 4x-ről kikötjük, hogy ne legyen negatív, azaz legyen legalább nulla. Átviszem az 1/2-et a másik oldalra, akkor itt az lesz, hogy mínusz 1/2, mínusz 4-gyel elosztom mindkét oldalt, vigyázni kell, mert ugye negatív számmal való osztásnál, ennél az ekvivalens átalakításnál a reláció jelét meg kell fordítanunk, és akkor itt igazából azt kapjuk, hogy 1/2, hát most így írom, hogy osztva 4-gyel, ami azt jelenti, hogy ez 1/8. Tehát látjuk azt, hogy ha visszagondolunk a korábbi tapasztalatainkra, ahol amikor törtel megadott függvényekkel foglalkoztunk, ott mindig fordítva gondolkodtunk, azokat a számokat kerestük, amelyeket ki kell zárnunk, itt pedig direktbe arra megyünk, hogy kik maradhatnak, melyik az a jó halmaz, és ez az a jó halmaz. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az 1/8-nál nem nagyobb valós számok halmaza, ezt úgy kell jelölni, vagy illetve hát ezt DF-fel jelöljük, hiszen az F-függvényhez tartozó értelmezési tartományról van szó, és látjuk azt, hogy bármilyen kis szám szóba jöhet, kielégíti az egyenlőtlenséget, a legnagyobb szám pedig, ami kielégít, ez az 1/8, beleértve az 1/8-ot is, hiszen itt egyenlőség van. Ezt ezzel a szögletes zárójellel jelöljük. És ezzel megoldottuk a feladatot. Ezek a feladatok egy kicsit bonyolultabbak lesznek, ez már itt érzékelhető, hiszen egyenlőtlenséget mindig nehezebb, vagy legalábbis nehezebb, általában nem olyan egyszerű megoldani, mint egy egyenletet, hiszen nem egy-két vagy konkrét számú megoldást kapunk, hanem itt általában intervallumokat kapunk megoldásul. Mindjárt látni fogunk erre egy furcsa példát. Fx egyenlő
Hát legyen az, hogy négyzetgyök x négyzet plusz 9. A célunk az, hogy olyan valós számokat halmazát jelöljük ki, amelyeket ide helyettesítve nem kapunk negatív számot a gyök alatt. Tehát az a célunk, hogy ne legyen negatív szám a gyök alatt, vagyis az x négyzet az legyen legalább mínusz 9. Tudjuk azt, hogyha egy számot négyzetre emelünk, akármilyen szám is volt, még ha negatív is, az már nem lesz negatív, sőt, az nulla lesz vagy pozitív, vagyis ez bármilyen számra teljesül, vagyis ezek szerint az értelmezési tartomány ebben az esetben a teljes valós számhalmaz. Most törölni fogok, mert a következő feladatot többféleképpen szeretném megoldani. Azt nem mondtam, de javaslom, hogy ha valaki úgy szeretné végignézni ezeket a kis előadásokat, hogy maradjon is utána valami, az írjon velem együtt. Az azért is jó, mert ha valamit szeretne aztán újra föleleveníteni, akkor nem kell az egész előadást megnéznie, hanem csak a füzetében végigfut, és meglátja, hogy melyik az a feladat, amelyiket keresett, és amelyiknek valamelyik részét meg akarja nézni. A harmadik feladat az így szól, fx egyenlő négyzetgyök x négyzet mínusz 9. Sablonos feladatnak tűnik, bizonyos értelemben az is, x négyzet mínusz 9, ne legyen negatív, azaz azt szeretnénk, hogy az x négyzet az legalább 9 legyen. És kaptunk egy ilyen szép másodfokú egyenlőtlenséget, amelyre, hát ha most tehát a diákok rutinból azt csinálják, mert megszokták, hogy egy egyenlőtlenségnél mindkét oldallal lehet ugyanazt csinálni, és akkor azt mondják, hogy vonjunk gyököt mindkét oldalból, és akkor az x nagyobb vagy egyenlő, mint 3. És sajnos ez nem teljesen jó. Részben jó, de igazából mi az összes, mi a legbővebb valós számok halmazát keressük, és ez nem az lenne, ez annak csak egy része lenne. Többféle megoldási módot szeretnék megmutatni. Hát az egyik, az egy ilyen függvényszemléletű. Nevezzük az f, jelöljük a bal oldalát x az egyenlőtlenségnek f-vel, a jobb oldalát jelöljük g-vel. Ez két függvény, és most igazából az a kérdés, hogy az f függvény mely értékei lesznek legalább akkorák, mint a g függvény értékei. Most egy kicsit elcifráztam, de szándékosan csinálom így, mert bizonyos helyzetekben tehát ez így működik jobban. Most lehetne ide a g helyben nullát írni, és most rajzolunk. Az x négyzet mínusz 9 függvény az egy olyan függvény, amely függvénytranszformáció következik, elsőből vagy másodikból. Ez most ilyen hevenyészve berajzoltam. Ez az, nevezzük ezt el f1x-nek, és ez az x négyzet függvény. És ha 9-et kivonok belőle, akkor az összes értéke 9-el kisebb lesz, azaz az y tengely mentén negatív irányba 9 egységgel lesüllyed ez a függvény. Kicsit meghosszabbítom ezt itt. Tehát ez a csúcsa, ez ide a mínusz 9-eshez lesüllyed, és így fog kinézni ez a parabola. Ki lehet találni, hogyha 3-at vagy mínusz 3-at írok ide, akkor kapok éppen nullát, azaz ez a mínusz 3, ez meg a 3, és ábrázolom a jobb oldalt is, a gx függvény az meg egy nulla függvény, konstans nulla, az pedig így néz ki. Tehát ez a fekete, ez meg a piros. És most azt kell a rajzról leolvasni, hogy a fekete mikor kisebb vagy egyenlő, mint a piros, azaz a fekete vonal
mikor van a piros vonal alatt. Látjuk azt, hogy mínusz 3 és 3 között a fekete vonal alatt van a piros, ez nem jó. Az a jó, amikor mínusz 3-tól mínusz végtelen felé haladunk, hiszen itt a fekete az kisebb, mint a piros, és itt a plusz végtelen felé hasonlóan. Tehát leolvasható az ábráról az, hogy a megoldás, és mindjárt írom azt, hogy DF egyenlő, a valós, nem, illetve nem a valós számok halmaza, hanem mínusz végtelentől egészen mínusz 3-ig, a 3-at is beleértve, hiszen az egyenlőség is megengedett, unió, hozzáveszek egy másik intervallumot, 3-tól végtelenig. Most látjuk azt, hogy ez a megoldás, ez csak ezt a felét adja meg az értelmezési tartománynak, tehát igazából ott, tehát ez a teljesebb megoldás, és ez a helyes. Megértem azt, hogyha valaki most ráncolja a homlokát, egy viszonylag ilyen egyszerű feladatba, ilyen bonyolult függvényrajzolást, függvénytranszformációkat belekeverni nem biztos, hogy érdemes, és el is lehet kerülni. Mutatok egy másik ilyen példát. Mondjuk, ha azt mondom, hogy az x négyzet, innen indulok ki, x négyzet mínusz 9, az nagyobb vagy egyenlő, mint 0, mondhatjuk azt, hogy ez négyzetek különbsége, elsős tananyag, algebrai kifejezések átalakítása, azaz átírható x plusz 3, x mínusz 3 alakba. Hát most sokféleképpen folytathatnám, talán a legegyszerűbb gondolatmenet, amelyik a megoldáshoz vezet, az az, hogy látjuk azt, hogy a bal oldal mínusz 3 esetén nullát ad, és plusz 3 esetén is nullát ad. És most felugorva egy sorral, látjuk azt, hogy ennek a másodfokú függvénynek, mert ez az, a fő együtthatója 1. Ha ez pozitív szám, már pedig ez az, akkor ez egy ilyen konvex parabola lesz, azaz egy fölfelé nyíló parabola, amit így lehet berajzolni. Mindenki tudja, hogy ha ez negatív szám, akkor ez egy konkáv parabola lett volna. És most azt kell megnézni, hogy ennek a parabolának a pontjai mikor vannak, mikor pozitívak, vagy mikor legalább nulla. Lehet látni azt, hogy a mínusz 3 és a 3 között alatta vagyok ennek az x-tengelynek, azaz negatív tartomány, negatív számokat vesz fel a másodfokú függvény. Nekem ezek a részek jók, amikor a parabola a pozitív részeken jár, és szintén leolvasható ez a megoldás. Én nem írom ki megint, vagy inkább kiírom, mert ezért dolgoztunk, hogy ez meglegyen. Unió és 3-tól végtelenig. Kérdezhetné valaki, hogy nem lehet függvényrajzolás nélkül megoldani. Természetesen lehetne. Ezt a C részben mindjárt megmutatom. Ugye eljutottunk oda, hogy x plusz 3 szor x mínusz 3 nagyobb vagy egyenlő nullánál. Ez egy két tényezős szorzat, amelynek külön-külön vizsgálom az előjelét egy-egy számegyenesen. Ezen a felsőn az x plusz 3 előjelét fogom megjeleníteni, az alsón az x mínusz 3 előjelét fogom megjeleníteni. Látjuk azt, hogy az x plusz 3 az mínusz 3-ra nullát ad, itt ad nullát. Ha nagyobb számokat helyettesítek be, akkor pozitív értékeket fogok kapni. Ha mínusz 3-nál kisebb számokat helyettesítek be, akkor negatív értékeket fogok kapni. Az alsó számegyenesen hasonló a helyzet, csak ott a 3-asnál kapok nullát, és nagyobb számokra pozitív számokat kapok, kisebbre negatívakat. Most mi a célom? Az a célom, hogy a két szám, tehát a két zárójeles kifejezés szorzata ne legyen negatív. Mit kell elkerülnöm? Azt, hogy a két zárójeles kifejezés egymásnak, tehát különböző előjelű legyen. Azt kell leolvasnom a számegyenes, hogy hol történik ez meg, hogy a két, hogy egymás fölött különböző előjelek vannak. Lehet látni, hogy a mínusz 3-3-as részen itt láthatók a különböző előjelek, azaz ez a rész, amit itt most piros vonalakkal határoltam, a köztes rész az nem jó, hiszen ha pozitív számot negatívval szorzok, akkor negatívat fogok kapni. Az összes többi jó, beleértve a határokat is, mert éppen akkor kapok nullát, mert ebben az esetben az egyik, ebben az esetben pedig a másik zárójel lesz nulla. Úgyhogy most már harmadszor
leírom a megoldást, mínusz végtelentől mínusz 3-ig, unió 3-tól végtelenig. És van ennek egy teljesen algebrai levezetése is, lehet, hogy azt is megmutathatnám, de szerintem ezt átugorhatjuk. Tehát nagyjából látható, hogy nem egy módszer létezik, amit ha valaki nem tud megoldani, nem emlékszik rá, akkor tehetetlen, hanem bármilyen ismeretünket előbányázhatjuk a múltból, és ha jól alkalmazzuk, akkor eljutunk a megoldáshoz. Szeretnék még mutatni ehhez hasonló példákat. A negyedik példa, ez emlékeztetni fog, hát lehet, hogy nem pirossal írom, az emlékeztetni fog az előző megoldások közül a C-re. Ezért nem is nagyon fogom részletezni. X minusz 1 szer X minusz 2 szor X minusz 3 a négyzetgyök alatt. Négyzetgyök alatt szeretnénk, ha nem negatív szám állna, vagyis fölírható a következő egyenlőség, ugye ez, ami a négyzetgyök alatt állt, és nagyobb vagy egyenlő, mint nulla, és látjuk azt, hogy ez, amit itt kaptunk, ez kísértetiesen emlékeztet az előzőre, megrajzolhatjuk a számegyeneseket, és x minusz 1, x minusz 2, x minusz 3, és az előjeleket mindjárt le fogjuk olvasni, csak előtte ezeket valahogy meg kell jeleníteni. Egynél, ez a kifejezés egynél vált előjelet, ez kettőnél, ez pedig háromnál vált előjelet, mégpedig úgy, hogy mindegyik a plusz végtelen felé pozitív, másik irányban negatív, és most ugye egy három tényezős szorzat mikor nem lesz negatív, hát arra kell vigyáznunk, hogy a negatív előjelű tényezők száma az ne legyen páratlan. Ugye abban az esetben kapnánk negatív számot, és itt látjuk, hogy három negatív. Ugye egynél kisebb számokra mind a három negatív előjelű. Ez nem jó, mert három negatív számszorzata negatív lesz, ezt nem szeretnénk. Itt egy pozitív és két negatív van, ez jó lesz, ezt a részt itt mindjárt én. Tehát ez itt jó, mert itt meg páros negatív szám van, itt ez megint nem jó egy negatívval, itt pedig ezen a részen mind a három pozitív, és három pozitív szám szintén szorzata pozitív számot fog adni. Hogy fogjuk fölírni az értelmezési tartományt? Következőképpen ez az első intervallum, tehát 1-től 2-ig, na most azt kéne eldönteni, hogy a határok beletartoznak-e. Itt az egyenlőség megengedett, márpedig én, ha egyet vagy kettőt írok be ebbe a kifejezésbe, éppen nullát fogok kapni, tehát ezek hozzátartoznak. Unió, és szintén ugyanilyen megfontolásból a három is beletartozik egészen a plusz végtelenig. Jó, hát én azt hiszem, hogy még van egy kis időm, és azt ki is fogom használni egy újabb feladat megoldására. Látjuk azt, hogy itt egészen szép dolgok jönnek elő. Az is nagyon jó, hogy nem egy kényszerpályán mozgunk, hogy csak ezt kell lehet csinálni, különben elrontottam, hanem tényleg elszabadíthatjuk a fantáziánkat, hát természetesen keretek között, úgyhogy az logikus lábakon nyugodjon. És most hát utolsó előtti feladatnak gondoltam egy logaritmust tartalmazó feladatot. Fx. Igen. Fx egyenlő logaritmus x plusz 1 per x minusz 7. Ugye ez most izgalmas, mert itt többféle feltételünk is van. Ugye a logaritmus egy újdonság, azt tudjuk, hogy az előbb rajzoltam a logaritmus függvényt, ez egy tízes alapú logaritmus, megint rajzolok egy tízes alapú logaritmus függvényt. Azt látjuk, hogy látjuk itt az előjelét. Azt látjuk, hogy negatív számokra a logaritmus függvény nem értelmezett.
tehát ha, és nullára sem. Ez azt jelenti, hogy ha én egy függvény hozzárendelésben logaritmus függvényt látok, akkor az argumentumára ki kell kötnöm azt, hogy az pozitív legyen. Igen ám, de az argumentuma pedig egy tört. A törtre meg azt kell kikötnöm, hogy a nevezője ne legyen nulla. Tehát most akkor hozzákötöm egy éssel, és még azt kell, hogy teljesüljön, hogy az x minusz 7 ne legyen nulla. Ebből már is megkaptuk, hogy bármit kapunk itt a bal oldalon, ha 7-et kapunk, azt ki kell zárnunk abból a halmazból, és most erre kell koncentrálnunk. Nem tudom, kinek milyen ötlete van, hogy mit kezdjünk ezzel. Én megint ezt a rajzolgatósat választom. Lehet, hogy most már meg is kedveljük a végén, aki esetleg ezt nem kedvelte volna eddig. Ugyanis elég a számláló és a nevező előjelének a változását figyelni. Itt mínusz egyben nulla, és erre pozitív, erre negatív. 7-ben nulla a nevező, 7-nél nagyobb számokra pozitív, erre negatív. És ha azt szeretnénk, hogy ez a tört pozitív legyen, akkor vagy két negatív számot kell osztanunk egymással, vagy két pozitív számot kell osztanunk egymással. Itt ezen a részen teljesül, hogy két negatív számot osztunk egymással, ezen a részen pedig, hogy két pozitívat. Na most rakjuk össze, hogy ez mit mond? Ez azt mondja, hogy ugye nyilván itt azt kaptuk, hogy az x eleme mínusz végtelentől mínusz egyig, ez jó, a mínusz egyet nem vehetjük bele, mert akkor nullát kapunk a számlálóba, és nulla lesz a tört, már pedig itt egyenlőséget nem engedhetünk meg, unió, és a hetes még ki kell zárnunk a nevező miatt, tehát végül is figyelembe vesszük már ezt a feltételt is, tehát 7-től a végtelenig. És akkor gyakorlatilag, ugye, mivel ez valóban a hetes nem szerepel benne, ez már maga az értelmezési tartomány, hát most ezt egy kicsit lehet, hogy nem így kellene írni, ugyanis az x az innen való, de az értelmezési tartomány az egy halmaz, tehát az f függvény értelmezési tartománya az ennek a két intervallumnak az uniója. Ennyi fért bele a mai alkalomba. Sok mindennel lehetett volna még ezt megspékelni, trigonometrikus kifejezésekkel és kicsit bonyolultabb feladatokkal is, de majd mindenki saját igényéhez mérten és a saját tanára utasításai szerint ezt gondolom fogja majd még gyakorolni. Akinek bármilyen kételje vagy kérdése maradt, az forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez, esetleg matematika tanárához. Viszontlátásra!